részének. A szükségállapot a színház 2019-2020-as évadát is félbeszakította. A járványügyi helyzet miatt több előadást is le kellett mondania a színház vezetőségének. Egy fölnőtt előadást kellett lemondanunk, mármint a Mirandolinát, a fogadósnőt. Azt most a napokban már pótoljuk is a nézőknek. Ugyanakkor volt egy 8-10 előadásunk, ami a házon belül középiskolásoknak, általános iskolásoknak lett volna. Azokat akkor lemondtuk. Augusztusban azonban újra megindult a munka. Kedd este a közönség is újra beülhetett a sorokba, és megtekinthette a márciusban elmaradt előadást. Tegnap játszottunk fogadósnőt, és én személy szerint nagyon jót játszottam, nekem már nagyon hiányzott a színpad. Jó volt ez a kis szünet, lehetett volna azért rövidebb is. Kipihentük magunkat, felkészültünk, úgyhogy tényleg azt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon nagy lendülettel vagyunk most. A színészek már megkezdték a legújabb darab próba folyamatát. A Csehov novellákból összeállított előadást Dévai Zoltán, a Kamara Színház színésze rendezi. Három színészről van szó az előadásban, akik hát egy picit ilyen beketti módon, kicsit ilyen bekettes figurák lettek. Mindig úton vannak, mindig mennek valahová, de igazából soha nem jutnak sehová. És mindig a múltban élnek egy picit. Mindig a múltat feszegetik, mindig onnan idézgetnek történeteket, azokat játsszák el. A színház vezetősége úgy döntött, nem hirdeti ki előre a darabok bemutatásának pontos időpontját. Ezzel ellentétben folyamatosan követik a járványügyi helyzet alakulását, illetve a válságstáb ajánlását, és ezzel összhangban határozzák meg a premiér napját.